A Louvre fantomja, a lencse végre kapott szellem. Horváth Zoltán auralátóval, az Enigmák című tudományos és spirituális ismeretterjesztő YouTube műsor vezetőjével 2006-ban Párizsban a Louvre-ban jártunk, ahol elképesztő felvételek készítésére került sor. Sikerült lencse végre kapni a Louvre fantomját. Ezek szerint igaz lehet a titokzatos fantomról szóló mítosz. Tények és talányok következnek. A bizonyíték. A Louvre a világ egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma, tele ezernyi antik műtárgyal. Horváth Zoli érdeklődését is felkeltette a Louvre lenyűgöző egyiptomi kiállítása. A vitrinekben egészen a kezdetektől, mármint a hivatalosan elfogadott időszámításunk előtti 3100-tól, időrendi sorrendben sorakoznak az egyes korszakok emlékei. Zoltánnal épp egy spirituális zarándoklatot kalauzoltunk végig a Louvre egyiptomi gyűjteményén, amikor váratlanul bámulatos felfedezést tett. Zoli gyerekkora óta látja az aurát, spirituális zarándoklatai során rendszeresen használja ezt a vele született adottságát. Egy szempillantás alatt képes felmérni, hogy az adott ember milyen lelki, szellemi állapotban van, s hogy milyen problémák gyötrik. De ugyanezzel az energiaérzékelő képességével azt is látja, hogy az adott tárgyaknak milyen sajátos, különleges kisugárzásuk van. Az évek alatt tovább fejlődtek a képességei, lévén szinte minden nap hosszú órákon át használja, s mára érzékenysége odáig tökéletesedett, hogy már a szellemi, finomabb energiákat is képes érzékelni. Miközben a Párizsi Múzeum kiállított tárgyainak kisugárzását figyelte, egy különös árnyat érzékelt a harmadik szemével. Az árny otthonosan és gyorsan mozgott az emberek között, akik ügyet sem vetettek rá, mivel egyáltalán nem észlelték. Zoli azonban annál inkább érdeklődni kezdette szokatlan szellemi anomália után. Így megragadta az alkalmat, és a szellemlény nyomába eredt. Jó szokása, hogy spirituális ihletettségű múzeum látogatásaira mindig magával viszi a fényképezőgépét. Természetesen ez nem egy átlagos fényképezőgép, hanem egy jobb fajta. Mindazonáltal ez a masina csak akkor képes az emberi szem számára láthatatlan energiákat fotózni, ha megfelelő módon használják. Zoli az évek alatt rájött pár titokra, nevezetesen, hogy hogyan kell lencse végre kapni a láthatatlan valóság egyes nüansznyi részleteit. Nos, Zoli kapva kapott az alkalmon, és a Louvre termein keresztül vágtatva üldözőbe vette a szellemet. A turisták hada egyáltalán nem könnyítette meg a szellemvadászatot. Valósággal utat kellett magának törnie, hogy az egyedülálló jelenséget megörökíthesse. Teremről teremre, egyik szintről a másikra folyt a kergetőzés, míg nem végül a szellemhadjáratot siker koronázta. Sikerült lencse végre kapni a fantomot. Zoli azonnal visszaellenőrizte, illetve visszanézte a felvételeket. Örömmel konstatálta, hogy a fantom ott díszeleg a fotókon. Igaz, nem volt hajlandó modellt állni neki, s nem is volt egyszerű feladat utolérni sem, de végül sikerült. Miután gépe kijelzőjéről felemelte tekintetét, akkor lett csak figyelmes arra, hogy teljesen elkeveredett a csoportjától. A Louvre egyik egyiptomi szarkofágokat kiállító részlegének közepén állt. Körülnézett, s villámcsapásként hasított bele a felismerés, a fantom elvezette őt egy még nagyobb rejtélyhez, mint amire számított. Már az is szenzációnak minősül, hogy a Louvre fantomját valaki nem mendemondákból hallja, hanem személyesen látja. Ezt felülmúlja, hogy sikerül valakinek utolérnie és lefényképeznie a fantomot, de még ettől is bámulatosabb annak tudatába kerülni, hogy ki lehet ez a szellem. Márpedig akkor ott ez történt. Fény derül a rejtélyre. Zoli szemei körbepásztázták a termet, szarkofágokat és vászonba pólyált múmiákat látott. Világossá vált előtte, hogy a fantom lényegében egy diszkarnáció. Valaha, az ősi Egyiptom fénykorában mesterien értettek a mumifikáláshoz. A Horusszent papjai, hajszál pontosan betartva a szentséges,
Anubis félistenhez kötődő rituálékat, képesek voltak a test szakrális, rituális konzerválására. Tették mindezt azért, hogy ha megigazult, csillaggá vált fáraó vagy főpap, egyszer visszauhajtana térni a testébe, mert például Egyiptomnak nagy szüksége lenne rá, akkor bármikor feltámasztható legyen. Egyiptom így nem a halálkultuszról, sokkal inkább az örök élet kultuszáról szólt. Minden esetre az Óbirodalom idején még a Hórusz szempapság birtokában volt az a földön túli tudás, amellyel precízen el lehetett választani a szellemet a testtől. A szárny megnyitás rítusával és más ehhez hasonló szertartással például lehetővé tették a halott számára, hogy mentesüljön a földhöz kötöttségétől, ezáltal szelleme és lelke ne kapcsolódjon többé a fizikai testéhez. Ezzel gyakorlatilag eloldották az ember magasabb rendű tagjait az anyagi testtől, így azok ellenállás és akadályok nélkül visszatérhettek a szellemvilágba, a maguk rendeltetésszerű helyére. A későbbi korokban, amikor a túlvilág úgymond demokratizálódni kezdett, és már minden előjáró élvezni akarta az örök életeme privilégiumát, elkezdték utánozni a fáraók és a főpapok mumifikáló eljárásait. Megszerezték az ősi varázskönyvek leírásait, és pontról pontra követték a benne foglaltakat. Igen ám, de a keretteljes és előírásszerű mágikus praktikák nem bizonyultak elegendőnek a sikerhez, mert hogy ceremóniájukból hiányzott az a spirituális erő, amely Egyiptom igazhitű és beavatott papságának, tudnélik a Hórusz papoknak még a birtokában volt. Így fordulhattak elő tömeges méretekben a mumifikálási hibák, ha tetszik, a spirituális gigszerek. E szellemi baklövések katasztrofális és fatális sorshelyzeteket teremtettek a pórul járt gazdag emberek számára. Hiába a sok ima, fohász a halottak könyvéből, potyára a rengeteg gyógynövény, gyolcs és amulett, mint hiába a sok usépti, szolgaszobor és hieroglifektől roskadozó díszes koporsó, a testtől való eloldódás csak részlegesen sikerült. Így a szellem itt rekedt, s onnantól kezdve kénytelen volt a fizikai testét mindenhová követni. Bárhová is szállították a múmiát, a szellemének muszáj volt vele mennie. Amíg a teste enyészetté nem válik, ami egy múmia esetében akár sok ezer évbe is beletelhet, avagy el nem végzi rajta valaki a felszabadító szertartásokat, addig arra a sorsra kényszerül, hogy itt bolyongjon éjjelt és nappalt nem ismerve a köztestérben, mely a senki földje az anyagi világunk és a szellemi világok között. Egyiptom kései kora, hanyatlása már nem ismerhette meg a múmiakészítés rejtélyeit, ez pedig számos következménnyel járt. Így például azzal, hogy a saját testükhöz kötődő fantomokat gyártottak, akiknek igencsak sikerült meghosszabbítaniuk az itt tartózkodását, ahelyett, hogy az örök létet élvezhették volna. Bizarr dolog ez. Zoltán lelki szemei előtt tehát összeállt a kép. Egy csapásra megértette, hogy a Louvre fantomja egy balul sikeredett mumifikálási metódus áldozata, akit arra kárhoztatott a hajdani óvatlansága és önteltsége, hogy két világ között rekedjen, kísértetként várva, hogy egyszer majd megnyíljon előtte a fényalagút, és bebocsátást nyerhessen a magasabb világokba. A fantom példázata. Amikor Zoli látta a szellemet, és a fantom észrevette, hogy őt valaki érzékeli, megragadta az alkalmat, hogy sanyarú sorsának földi okát feltárja előtte. Minden valószínűség szerint ezért vezette el Zoltánt a nyugalmat nem találó szellem a saját élő koporsójához, a mumiájához. Mítosz, legenda, vajon hány egykori szellem juthatott a Louvre-i fantomhoz hasonló sorsra? Hány szellemi lény kószálhat a múzeumok tetemeket kiállító termeiben, várva sorsának jobbrafordulását? Legfőképpen pedig, ebből is láthatjuk, hogy hova vezethet az emberi gőgösség és kivagyiság, amikor az ember úgy akar több lenni önmagánál, hogy közben alantas ösztöneinek engedelmeskedik. A múmiával is ez történhetett.
az istenek sorsát kívánta magának, holott nem tartott még azon a szinten, hogy ebben a kegyben részesülhessen. Pénzért akart jobb sorsot magának a túlvilágon, de az isteni törvényeket nem sikerült megkerülnie. Legyen ez egy örök tanulság mindenkinek. Zoltán fotóján keresztül pedig íme a látványos és kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a Louvre fantomja létezik, él és a látogató között tengeti groteszk életét. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!